Önkormányzati választás 2019. A választás.hu-n közzétett adatok szerint 26,6%-os a részvétel 13 óráig. Ez azt jelenti, hogy már 2.134.806 fő szavazott. Ez az arány magasabb, mint a 2014-es választásokon. Szavazni kizárólag a személyazonosság, valamint a lakcím vagy a személyi azonosító személyi szám igazolása után lehet az ország 10.278 szavazókörében reggel 6 és este 7 óra között. Ez a mai nap rendkívül fontos 60 életében. Ezt a mai napot a 2010-es országgyűlési választásokhoz tudnám hasonlítani, amikor 60 lakossága arról döntött, hogy egy Csipke Rózsika álmodó városból egy fejlődő város legyen. A mai nap pedig arról szól, hogy egy alvó, elszigetelődött városból újra egy fejlődő város legyen. Nem hagyhatjuk, hogy 60 elszigetelődjön, hogy elszigetelődjön a környezetétől, hogy ne kezdődjenek új fejlesztések, hanem csak azok a fejlesztések legyenek befejezve, ami még 2010-2014 között kezdődött. Tegyük 60-t újra egy fejlődő várossá. Mi már leadtuk a szavazatunkat. Arra kérek minden lakost, hogy ne hagyja, hogy más döntsön helyette. Kérek mindenkit, menjen el szavazni. Mindenkinek nagyon fontos ez a mai nap. Mindenkit arra kérek, hogy jöjjön el szavazni, tegye le a voksát arra, akire szeretné. Nyilván, ha a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjére és polgármester asszony jelöltjére szavaz, akkor annak nagyon fogunk örülni. Nagyon jó program ez most jelen pillanatban, úgy gondolom, ebben a szép időben, hogyha a családostól is eljönnek, a nagyszülőket is elhozzák, az unokák minél többen ott legyenek. Nagyon fontos dolog ez a 60 város életében, újra fejlődésnek tudjuk indítani, még inkább barátibbá tudjuk tenni az iskolát, és remélem, hogy ezzel növekszik már 60 lakossága, és még élhetőbb lesz ez a város. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy jöjjön szavazni, és szavazzon az új, a fejlődő város vezetésre. Nagyon jó érzéssel ébredtem. Én azt gondolom, hogy én is és a csapatom is mindent és mindent megtettünk azért, hogy ránk szavazzanak. Igyekeztem én is minden háztartásba bekopogni, megismerkedni az emberekkel. Én azt gondolom, hogy olyan kevés alkalom van, hogy az emberek kifejtsék a véleményüket ennyire nyilvánosan, ezért azt gondolom, hogy menjenek el szavazni, és a szavazás az egy véleménykifejtés. Nagyon szeretném, hogyha a körzetemben élő emberek a változásra szavaznának, a Fidesz-KDNP csapatára, úgyhogy éppen ezért üzenem nekik, jöjjenek, szavazzanak, én már megtettem, és tegyük 60-t újra nagyjá. Úgy gondolom, nem titok, hogy én 60 fejlődésének az útját milyen irányba látom. Én azt hiszem, és ez a hitem, hogy a Fidesz kereszténydemokrata néppárt jelöltjei azok, akik 60 város fejlődéséért nagyon sokat tudnak tenni majd az elkövetkező években. Éppen ezért arra szeretném kérni a 60-i polgárokat, hogy a Fidesz és kereszténydemokrata néppárt jelöltjeire szavazzanak, tehát Gál Erzsébetre és csapatára. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ma minden szavazó polgár menjen el szavazni, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ahhoz, hogy 60 városa újra a fejlődés útjára lépjen, Gál Erzsébetre, illetve a Fidesz-KDNP által delegált jelöltekre kell a voksunkat tenni. Én úgy gondolom, hogy a választás a demokrácia egyik lehetősége, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak. Mindenkit arra biztatok, menjen el szavazni, gondolkodjon el a választható alternatívákon, azon következményein, és menjen el és szavazó lelkiismerete szerint. Önkormányzati választás, én úgy gondolom, ami a városnak a legjobb. Menjenek el szavazni, főleg itt 60-ban, de az egész választókerületben. Szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire mindenütt, a Fidesz-KDNP listájára, és itt 60-ban nagyon fontos. Ha azt szeretnénk, hogy működő városunk legyen, hogy a térség centruma legyen újra, akkor Gál Erzsébet Fidesz-KDNP és a Fidesz-KDNP 8 jelöltje a 8 körzetben. A megyék közül a részvételi arány 13 órakor Heves megyében volt a legmagasabb, 29,36%, ami 71.523 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Hajdú-Bihar megyében volt, mindössze 23%.